Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Terítéken a fiatalok problémái. A kortárs segítők országos konferenciáját rendezték meg a hétvégén. Jelképes lesz a jegyár. Nyitás előtt megnézhetik a gyulaiak a felújított almási kastélyt. Közelegnek a határidők. Több mint 200 projektötleten dolgozott a KBC Nonprofit Kft. Kikapott a Termál és a Szeged 2011. Előbbi a Szeul ellen 1-0, utóbbi a Gyirmúttal szemben 2-1. Áradnak a körösök. A több csapadék ellenére sem lesz készültség magyar területen. Pénzintézeti adomány. Két asztali számítógépet kapott a Pándi Kórház gyermekosztálya. A fiatal generációnak nap mint nap szembe kell néznie olyan kihívásokkal, melyekre nem mindig vannak felkészülve. A Gyulán megrendezett országos kortárssegítő konferencián a résztvevők többek között megvitatták azokat az aktuális kérdéseket, amelyek húsba vágóan érintik az ifjúságot. Szó volt az online zaklatásról, a kapcsolatokról és a stresszkezelésről is. Ez a nap híre. Első alkalommal rendezték meg a fürdővárosban a kortárs segítők országos konferenciáját. A háromnapos rendezvényen olyan fiatalokat érintő kérdések kerültek terítékre, amely az ő mindennapi életüket is érinti. A rendezvényen előadásokon és workshopokon keresztül hangzottak el információk, amelyek a kortárs segítők munkáját közelebbről is megmutatták. A rendezvényre az ország számos településéről, így többek között Egerből, Debrecenből és a fővárosból is érkeztek résztvevők, akik szerint hasznos és előremutató volt a kezdeményezés. Meg lehetett ismerni a többi ifjúsági teret, meg lehetett ismerni embereket, és kapcsolatokat is lehetett tápolni. És ez arra szolgált, hogy így megismerjük az országban a másik ifjúsági tereket is. Ennek az volt a lényeg, hogy a kortárssegítő programot tudjuk, hogy mi, és hogy tapasztalatot szerezzünk, tudjuk, hogy ezek a dolgok hogyan működnek. A konferencián olyan ifjúságot érintő kérdések voltak terítéken, mint a kapcsolatteremtés, szórakozási lehetőségek, a stressz és feszültségkezelés, vagy éppen a manapság nagyon aktuális online zaklatás. Ezeknek többek között a felszínes kapcsolatok is az okai. A felmérések szerint a fiatalok egy része nem bánik kellő óvatossággal az ilyen felületen történt ismerettségekkel. A konferencia jó alkalom volt arra, hogy más segítők is bemutathassák munkájukat. Megismerjük azt, hogy hogyan dolgozik más szervezet, hogyan dolgoznak más fiatalok kortárssegítés címén, mi az, amiket ők végeznek, milyen képzéseik vannak, milyen szakmai tevékenységeik vannak, és azt gondolom az volt a legfontosabb, hogy a fiatalok megismerjék azt, hogy találkozzanak más olyan fiatalokkal is, mint ők, akik ezzel foglalkoznak, és hogy azt érezzék, hogy nem egyedül vannak, nem egyedül csodabogarak. A szervezők reményei szerint sikerült hagyományt teremteni, később nem csak a kortárs, hanem az ifjúsági segítőket is jobban bekívánják vonni a szakmai munkába. Az ifjúsági irodáknak a szakemberei is, mert hogy azok, akik kortársegítéssel foglalkoznak, nagy részt ifjúsági irodában is dolgoznak, vagy civil szervezetnél, és egy ilyen Gyulára egy ilyen ifjúságsegítőknek, ifjúsági szakembereknek egy országos konferenciát is tervezünk. Reményei szerint, ha nem idén, akkor jövőre, ami azért nagyobb lélegzetvételű, mert most 50-en voltunk, de az egy 100-120 fős konferenciában gondolkodnánk, mert ugye azt gondolom, hogy szükség van arra, hogy együtt gondolkozzunk az ifjúságról, az ifjúsági szakemberek. A konferencia keretében játékos vetélkedőkre is lehetőség nyílt, és a résztvevők megismerhették Gyula főbb látványosságait is. Már csak két hetet kell várniuk a gyulaiaknak, hogy megnézhessék a felújított almási kastélyt. A kiállítás próbaüzemére jelképes jegyárral juthatnak be az első látogatók. A városvezetés és a kastélyt is üzemeltető Gyulai Kulturális és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. A gyulai lakosoknak szeretne kedvezni a lehetőséggel, hogy elsőként ismerhessék meg a gyulai almási kastély látogatóközpontot. A gyulaiak március 4-től ismerhetik meg a kastélyt. 9-ig 500 forintos teljes és 300 forintos kedvezményes áron kaphatnak jegyet a gyulai lakcímigazolvánnyal rendelkezők. A próbaüzem első szakaszának lezárásával március 10-én a felmerült problémákat, hiányosságokat egyeztetik, javítják majd a kastély szakemberei. 1500 és 800 forintos belépőket kínálnak a próbaüzem március 11 és 15-e közötti második időszakára, amikor tehát már nem csak a helyiek, de a városba érkező vendégek is megtekinthetik a kiállítást. A gyulai lakosoknak ekkortól él a később is folyamatosan biztosított 50%-os kedvezmény. Ezekben a napokban egyébként múzeumpedagógiai programokkal is várják az érdeklődő családokat.
A nemzeti ünnepet követő két napon a végleges, üzemszerű működés előkészítése, az esetleges hiányosságok feltárása és kijavítása következik, hogy március 18-án a gyulai Almási Kastély Látogatóközpont hivatalos átadására is sor kerülhessen. A témában további részletek weboldalunkon olvashatók. 21 munkatársal több, mint 200 projektötleten dolgozott az elmúlt héten a KBC Nonprofit Kft. A cél az, hogy a top pályázatok beadási határidőire kidolgozott pályázatokat nyújthassanak be a települések. Az első hivatalos felgyőrbizottsági ülésünkön. Tisztelettel köszöntöm a felgyőrbizottság tagjait. Ezek a felvételek még a KBC Kft. Felügyelőbizottságának alakuló ülésén készültek. Az azt követő napokban a cég munkatársai több mint 200 projektötlet részleteit egyeztették. A megbeszélések ezúttal is több szinten zajlottak, nagy az érdeklődés az ipari parkok fejlesztése és a zöld város kiírások iránt. Szintén népszerűek a kerékpárutak megvalósítására és a belvízrendezésre irányuló kiírások. A legtöbb anyagot mégis inkább az óvodai, bölcsődei, valamint a szociális és az egészségügyi alapellátás felújítására kiírt pályázatokon várják a szakemberek. A településeket és a KBC munkatársait is sürgeti a határidő, hiszen a pályázatokat minden egyes projekt esetében már március végén beadják, a munka pedig áprilisban és májusban több ütemben folytatódik. Nagy csatában 2-1-es vereséget szenvedett Győrben a listavezető Gyirmót ellen a Szeged 2011 Grosics Akadémia. Klausz László tanítványai ennek ellenére a negyedik helyen állnak az NB2-es bajnokságban. Nem sikerült megszerezni a 3 pontot Szekeres Lajos együttesének sem a hétvégi Szeol elleni találkozón. A termás stabil játékra törekedett, de az ellenfél első félidőben megszerzett gólja egyben a végeredményt is jelentette. Nagy reményekkel lépett pályára Várfürdő Gyulai Termál FC itthon szombaton, de mivel a Szeged feljutásra aspiráns együttes, így Szekeres Lajos csapatának egy erős összecsapásra kellett felkészülni. A mérkőzés elején mindkét együttes próbált helyzetet kiharcolni, de ezek nem jártak túl nagy sikerrel. A 14. percben egy bedobást követően Kormányos lőtt a gyulai kapu felé, de csak az oldalhálót találta el. Ekkor jött a 19. minutum, amikor is Fülöp beadását Kéri passzolta tovább, amit végül Tomisics értékesített is, így a Szeol megszerezte a vezetést. A 23. percben egy gyulai szabadrugás adott reményt az egyenlítésre, de Nagy Gergely lövését Leindler biztosan fogta. Ezután mindkét csapat próbálta bevenni az ellenfél kapuját, a 28. percben Kéri Tamás beadását Tomisics fejelte a kapu mellé. A 34. minutumban Sipos révén került jó helyzetbe Okos, de végül lesre futott. A szünet előtt Ondrejo beadását a hazai védelemnek sikerült hárítania. A második félidő elején Nagy Gergely szabadrugása közelítette meg az ellenfél kapuját, de Leindler ki tudta ütni. Az 57. percben Sipos szabadrugásába ugyan bele tudott fejelni Balog, de ez nem jelentett nagy veszélyt a Szeol kapujára. A 77. percben Balog Milán beadását Sipos Krisztián a kapu fölé lőtte. A mérkőzés hosszabbításában Sipos Krisztián szabadrugásával nyílt lehetőség az egyenlítésre, ezt az érkező Balog be is rúgta, ám a bíró lesfújt, így maradt a 0-1-es végeredmény. A 93. percben Okos reklamálásáért piros lapot kapott. Szekeres Lajos szerint főleg a második félidőben a Termál dominált a pályán, de ez nem hozott kézzelfogható eredményt. A második félidőben mindent egy lapra föltéve próbáltuk meg az eredményt a saját javunkra fordítani. Azt mondom, hogy a második félidő legnagyobb részében mi domináltunk, próbáltuk keresni azokat a lehetőséget, amikkel az ellenfél mögé tudunk menni. Ennek ellenére nem sikerült, hát voltak a mérkőzés végén azért érdekes történések. Közben is én úgy gondolom, hogy voltak olyan szituációk, amiből azért büntetőt kaphattunk volna. De összességét tekintve én úgy gondolom, nem játszottunk alárendelt szerepet, egyenrangú partnerei voltunk a szegedi csapatnak. Az ellenfél szerint szerencse is kellett a végeredményhez. Természetesen nagyon örülök, hogy sikerült a gyulai oroszlán barlangból elhozni a 3 pontot. Kellett hozzá főleg a végén egy kis szerencse is, de úgy gondolom, hogy mivel nekünk ez az első forduló, az első mérkőzésünk, ezért nagyon fontos, hogy ilyenkor ponttal pontokkal nyissunk. Kicsit elejé volt a játék, de hát mondjuk a játéktér is februárban általában nem annyira jó, még nem olyan görbe,
gördülékeny a játéknak a ritmusa, ez látszott mindkét csapaton. Mi találtuk azt az egy gólt, ami elöntette a három pont sorsát. A gyulai csapat két hét múlva a Békés Csaba ellen lép pályára. Nagyobb csapadék hullott a Körösök romániai vízgyűjtő területén. Az árhullám még nem érte el a határt, de jó eséllyel készültségi szint alatt vonul le. Kisebb mértékben emelkedett a belvízi elöntések aránya. Alig egy hónapja így nézett ki a kettős körös szanazugnál. A következő napokban nagy eséllyel nem hagyja el a folyó a medrét, legalábbis az elmúlt napok területileg igen változatos mennyiséget hozó esőzései miatt biztosan nem. A hétvégén Gyula térségében közel 4, magyar területen átlagosan viszont csak 2 mm csapadék hullott, a Körösök és a Berettyó romániai vízgyűjtőjén, ezzel szemben több helyen is 10, Biharfüreden pedig 31 mm volt a csapadék mennyisége, igaz, a magasabb területeken ez hóként jelentkezett. A Körösökön kisebb árhullámok indultak el, és bár a határon túl áradó tendenciák érvényesülnek, készültségi szint fölötti értékekről sehonnan sem érkezett jelentés. A most létrejövő árhullámok várhatóan nem fogják magyar területen sem készültségi szintek fölé emelni a folyók vízállásait. A belvízzel elöntött terület nagysága jelenleg 13.290 hektár. A 10-ből továbbra is 6 szakaszon első, 4-nél pedig másodfokú a készültség. Az elmúlt 24 órában összesen 45 szivattyú telepüzemelt a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság területén, ezek közül 10 folyamatosan működött. Két asztali számítógépet kapott egy pénzintézet jóvoltából a Pándi Kálmán kórház gyermekosztálya. Gyulán a gépeket játszógépként helyezték el. Sipos Péter osztályvezető főorvos azt mondta, mindez nagy segítség a szülőknek és a szakszemélyzetnek. A gyerekek így könnyebben elfelejtetik a korábbi vérvétel vagy injekció okozta fájdalmat. Gyorsabban repül az itt töltött idő. Békés megyében a gyulai gyermekosztály 2, míg az orvosházi kórház gyermek, illetve fülorgégészeti osztálya 3-3 számítógépet kapott. Bemutatták a Nemzeti Együttműködési Alap Békés megyei jelöltjeit. Rövid hírek következnek. A Nemzeti Együttműködési Alap civil delegátjait mutatták be péntek délelőtt a megyeszékhelyen. A sajtótájékoztató fő témája a felhívás volt a megyei civil szervezetek számára, hogy ők is beleszólhatnak a jelöltek megválasztásába, melyet február 24-ig tehetnek meg. A NEA civil jelöltállítási rendszerében jelentkezhetnek azok a civil szervezetek, amelyek országos és területi működési hatókörrel rendelkeznek. Békés megyéből 6 jelöltre lehet szavazni 5 kategóriában, úgy mint közösségi környezet, mobilitás és alkalmazkodás, nemzeti összetartozás, társadalmi felelősségvállalás és új nemzedékek jövőjéért kollégium. Az ország területéről bármely civil szervezet állíthat jelöltet. A kollégium célja, hogy egyfelé induljanak a civilek, és ennek az összefogásnak mind a megyei, mind a településvezetők is partnerei. Az előző időszak mandátumai március 26-án járnak le. Több helyen másodfokú készültség mellett folyik a belvízvédelmi munka a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság területén. Január közepe óta közel 18 millió köbméter vizet emeltek át a folyókba. Már nem csak itt, az élővíz csatornai szakaszhoz tartozó békési 3-as számú szivattyú telepen van másodfokú belvízvédelmi készültség. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság pénteki tájékoztatója szerint a kettős körös jobbparti, a mezőberényi és a dögös kálkafoki szakaszokon is magasabb fokozatra kapcsoltak, de térségünk 10 egységéből 6 esetében még mindig csak első fokú a készültség. Az elmúlt 24 órában összesen 43 szivattyú telepüzemelt, ezek közül 14 éjjel-nappal működött. A védekezési periódus kezdete, vagyis január 11-e óta összesen 17 millió 700 ezer köbméter vizet emeltek át a folyókba. A belvízzel elöntött terület nagysága körülbelül 13 ezer hektár, ebből nagyjából 4200 hektár vetés, közel 3000 szántó, majd 4500 hektár pedig rét vagy legelő. A Körösök és a Berettyó román területen mindenütt tapad, készültségi szint fölötti vízállás sehol sincs. Magyar területen stagnáló, gyengén emelkedő tendenciák érvényesülnek, a vízállás mindenütt készültségi szint alatt van. Dévényi Dabrowski Géza személyében új választókerületi elnöke van a Jobbiknak.
jelentette be a pénteki gyulai sajtótájékoztatón Csengeri Lajos. A szervezet városi elnöke, egyben választókerületi szervezője azon reményének adott hangot, hogy a 2018-as választásokon ez a páros vezetheti a Jobbik csapatát. A szervezet új választókerületi elnöke az a Dévényi Dabrowski Géza, aki gyulaiként korábban is a Jobbikban politizált, csak nem ebben a választókerületben. Elmondta, közel 30 éve él Gyulán, itt járt iskolába, így szerencsésnek tartja, hogy ebben a városban dolgozhat. Az új választókerületi elnök a migrációval kapcsolatos problémákról is beszélt, kiemelve, a kormánypártokhoz kapcsolódó alkotmánymódosítást részben elfogadhatónak, másrészt elfogadhatatlannak tartják. Csütörtökön Békés megyében egy személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset miatt intézkedtek a rendőrök. Egy Gyulán közlekedő személygépkocsi 17 óra 45 perc körüli időben kerékpárost ütött el, aki elesett és súlyos sérülést szenvedett. A biciklis alkoholszondás ellenőrzése során ittasság gyanúja merült fel. A baleset körülményeit a gyulai rendőrkapitányság vizsgálja. Az emberek a táplálkozásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy egészségesen éljenek. Ma arról érdeklődtünk, mit fogyasztanak az emberek. Az egészséges életmód egyik fontos része a megfelelő táplálkozás. Ön figyel erre? Zöldséget, gyümölcsöt általában, akkor ilyen fehérhúsokat, meg ehhez hasonlókat, meg ilyen mozgás, torna, egyéb, tehát... Úgy próbálok vigyázni, vagyis lassítani a negatív folyamatokat az életmóddal. Vigyázzunk, amennyire tudunk, de hát amit nem lehet kivédeni, azt nem tudjuk sajnos. És akkor ugyanis zöldségek, gyümölcsök? Én természetesen. A zöldség, gyümölcsök. Ez, ami nagyobb részt az életünkhez használjuk, illetve úgy éljük az életünket, hogy odafigyelünk. Nem szoktam enni gyümölcsöt. Miket szoktál úgy enni? Kenyeret, vajat, szalámit, ilyesmit. Megjelent a sziki varjúháj a békési pusztákon. Lapszemle következik. Rekord sok munkával. Nyereséges évet zárt tavaly az Orosglass. Modernizálták és bővítették a termelést. A cég már a nyugat-európai piacon is sikerrel tevékenykedik, írta az Orosz Café. A cég árbevétele meghaladta 3,4 milliárd forintot, nyeressége 50 millió körül alakult, és 200 fő fölötti létszámmal zárták az évet. A gyömbér. Az Ázsiában őshonos növény, fájdalomcsillapító és antibakteriális hatású. Levesek, főzelékek, szószok, húsételek, sütemények, keleti ételek, valamint uborka, tök és gyümölcsök eltevésénél is használt kitűnő ízesítő. Megjelent a sziki varjúháj. A Monták pusztán újabb állományai kerültek elő a védett sziki varjúhájnak, írta a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. A meleg miatt a sziki varjúháj idén a szokásosnál korábban, már február elején megjelent a pusztán. A most még élénkzöld levelek később sötétvörösre válnak. A sziki varjúháj virágja piros, csillaghoz hasonló, mintegy 5-6 mm-es. Diplomát szerezhetnek a rabok. Együttműködési megállapodást kötött február 18-án a Szegedi Fegyház és Börtön, közismert nevén a Csillagbörtön, a Gál Ferenc főiskolával, hogy megkönnyítse az elítéltek társadalmi beilleszkedését a szabadulást követően. A Magyar Kurír azt írta, a főiskola és a börtön kapcsolata az elmúlt években egyre szorosabbra fonódott, a börtön állandó helyszíne a teológus hallgatók papi szemináriumainak, és az elítéltek egyházi rendezvényein is rendszeresen részt vesznek a diákok. Kedden ismét borongós, vagy erősen felhős, párás idő várható esővel. Szerdán kiadós esőkkel érkezik a lehűlés. Kedden ismét borongós, vagy erősen felhős, párás időig érkezik. Esőre számítani kell. Jelentős eső, esetleg záporeső ebben az országrészben a délutáni, éjszakai órákban várható. A szél gyenge, változó irányú lesz. A hőmérséklet az éjszakai 8 foktól 13 fokig emelkedik. Szerdán erős északnyugati szélhoz lehűlést, viharos széllökések is előfordulhatnak. A keleti országrészben még délután is kiadós esővel számolhatunk. A hőmérséklet szerdán 7 és 11 fok között valószínű. Lássuk még egyszer mai híreinket. Terítéken a fiatalok problémái. A Kortárs Segítők országos konferenciáját rendezték meg a hétvégén.
jelképes lesz a jegyár. Nyitás előtt megnézhetik a gyulaiak a felújított almási kastélyt. Közelegnek a határidők. Több mint 200 projekt ötleten dolgozott a KBC Nonprofit Kft. Kikapott a Termál és a Szeged 2011. Előbbi a Szeul ellen 1-0, utóbbi a Gyirmúttal szemben 2-1-re. Áradnak a körösök. A több csapadék ellenére sem lesz készültség magyar területen. Pénzintézeti adomány. Két asztali számítógépet kapott a Pándi Kórház gyermekosztálya. A Gyula TV híradóját látták, utána előbb a Spiritus következik, majd a pódiumot láthatják. További jó televíziózást kívánunk, köszönjük figyelmüket!